A hatos számú választókerület székhelyén, Nyírbátorban vette át Simon Miklós a megbízó levelét, így hivatalosan is elkezdte hatodik ciklusát országgyűlési képviselőként. A Fidesz-KDNP jelöltje Szabolcs-Szatmár-Bereg megye hatos számú választókerületében nyert mandátumot április 8-án. Simon Miklós a szavazatok 56,52%-ával nyert a választáson. 2010-ben nem gondoltuk, hogy 18-ig eljutunk arra, hogy a térségünkben már keresni kell a munkavállalókat, a munkás kezeket. Hála Istennek idáig jutottunk, ez a nagy arányú közfoglalkoztatásnak is köszönhető, nem különben. És annak a 7000 új munkahelynek, amit sikerült a térségünkben a vállalkozóink segítségével teremteni. Ezt tartom a legnagyobb eredménynek. Ezen kívül rengeteg infrastruktúrális beruházás történt 10 óta. 17 településen épült meg a szennyvízhálózat, ivóvízminőségjavító programok, templomok újultak, középületek újultak meg. A Fidesz-KDNP jelöltje 1998 óta országgyűlési képviselő a választókerületben. Ehhez jelenleg 33 település tartozik. A 88 választókör szavazatai alapján 18 jelölt közül választották meg Simon Miklóst. Az országgyűlési képviselő a következő időszak terveiről is beszámolt. Hamarosan kezdődik az újabb fejlesztési hullám, ami legalább olyan kihívást jelent mindannyiunk számára, mint az elmúlt 8 esztendő, hiszen azt a 12 milliárd forintot, plusz azt a 8 milliárdot, ami a szociális ágazatba jött, a 12 pedig a területfejlesztési operatív programból adódik. Ezt úgy el kell költeni, hogy a térség a legnagyobb hasznát lássa ebből. Ez nagy kívás jelent mindannyiunk számára, az önkormányzatok és az állami szervek részére is. Nem különben pedig ugye a képviselőnek is segítséget kell nyújtani, hogy optimálisan valósuljanak meg ezek a beruházások. Simon Miklós a megbízó levél átvétele után megköszönte a polgármesterek munkáját is, akik az elmúlt évek alatt segítették a választókerület településeinek fejlődését.